Egyrészt lezárult egy Grumics ügynek apostrofált probléma, másrészt csatárral tudott erősíteni a csapat. Ez a úgynevezett Grumics ügy, amiben érdekes, a játékosan elnevezve csak ő nem volt ennek szereplője igazából. Ott az úgy zárult le a Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Bizottságánál, hogy megállapították, hogy a PMFC-n nem követett el fegyelmi vétséget, tehát azt, amit ki kellett fizetni pénzben, azt mi kifizettük, és a játékosokat, amely második elemként a szerződésben szerepelt, hogy nekünk játékosok játékjogát kell felajánlani, azt pedig folyamatosan megtettük, és nem kaptunk választ erre, tehát innentől mi nem követtünk el semmi vétséget, és a Kaposvárnál van a labda, tehát ez megnyugtatóan lezárult. Valóban örömteli hír az, hogy Simon Attila személyében egy rendkívül gólerős csatárt igazolt a csapat, ő már a mai délelőttön edzett is a többiekkel, és utazik a kerettel 2-án az edzőtáborba, és szerintem az is egy nagyon jó hír, hogy egy újabb saját nevelésű játékos, Beke Péter került fel az első csapathoz, ő hamarosan profi szerződést kap, és ő is az edzőtábor utazó kerett tagja. Ahhoz képest, hogy a nyáron egy viszonylag stabil csapat kialakítását hirdette, tervezte a PMFC, Matthias, elég komoly játékos mozgás történt most a télen is. Én azt gondolom, hogy négyen elmentek, és négyen jöttek, szerintem az nem olyan drámai változás. Az kétségtelen, azt mindig mindenhol elismerjük, hogy ez az ősz az első csapat tekintetében nem feltétlenül az irányba mutatott, amit mi meghirdettünk, mert elterveztünk a nyáron. Ennek az okait nyilván mindenki ismeri. Az is kétségtelen, ebben biztosan hibáztak a játékosok, hibáztunk mi vezetők is, de alapvetően az okot abban láttuk, hogy a szakmai stáb vezetője és a klub filozófiája az meglehetősen messze került egymástól. Most a téli felkészülési időszak során volt-e edzésen, edzőmeccsen Elbert Gábor, és milyen pozitív jeleket tapasztalt a csapat környékén? Természetesen a Komló elleni presztízs csatát kívül valamennyi mérkőzést láttam, több edzést is láttam, az egyértelműen látszik, hogy egész más a hangulat, tehát lehet szabad mosolyogni, nevetni, nagyon kemény munka folyik, hiszen hátrányból kezdjük majd a tavaszt, nem nulláról indulunk, hanem a többi hasonló kvalitású csapattal, vagy hasonló célokat kitűző csapathoz képest pontszámban ugyan nem nagy a hátrányunk, de helyezésben nem mutat jól a tabella, tehát így még, ha lehet, az előre tervezettnél is keményebb és komolyabb munka folyik.